Szépség, de imádom a népzenét. És például ezt a gyimesi ritmust is, ezt tök véletlenül ütöttem össze otthon. Én voltam Balota koncerteken, a Marcit mondjuk nem ismertem be, kétszer vagy háromszor találkoztam előtte, de abszolút referencia. Érdeklődés, hogy ez talán megszólalhat itt, tehát senki nem fogja azt mondani, hogy nem az ott sakjunkban egy metronomot, mert az úgy van. És hát népzenében mondjuk apunál nem tudok olyat, aki ezt jobban felvállalja, hogy ezek nem teljesen értelmezhető, tehát európai zenei környezetben értelmezhető négynegyedek, hétnyolcadok vagy bármik. És hogy ez, amivel igazából tényleg foglalkoztunk a Dorotával, vagy engem, én is személy szerint, hogy van egy ilyen anyag, egy saját gyűjtésélmény ezeknek a hallgatás alapján. És igazából engem az érdekel, hogy mit tudok ehhez hozzátenni, csak úgy, hogy ez valamilyen módon releváns legyen és hiteles maradjon. Úgy hozzátenni ez a hangzáshoz, hogy ez valahogy az maradjon, vagy hogy újra megszülessen. Akkor először is egyetlen egy primás sem ismerek az eddigi gyakorlatomban, tehát hallgatásból sem, meg személyesen sem, aki egyetlen, szóval egy dallamot ugyanúgy játszott volna le egymás után. Ez képtelenek rá. Fúvós hangszereknél vannak pianók, mit tudom, ciflák. Mivel tehát ez egy dallamtöredékek, vagy a játékos által kreált körülírások, stb. Most ezt átvették a hegedűsök is, és itt tudom én egy általam legjobban kedvelt zene, magyar palackai zene, és ott kitűnő primások akár 20 percig improvizál neked. Viszont mindig építkezik. Tehát mindig újra fogalmazzák, amiről a Dávid is beszélt. Tehát a maga helyén is ez a fajta szabadság működik, sőt, az a jó primás, aki minél úgymond idézőjelben minél jobban tudja cifrázni, minél jobban tud játszani a dallammal. Természetesen, mivel alapvetően vagy a nagy része tánczene, azt nem lehet, hogy kiszáll a táncritmusból. Nekem ilyen teljesen alter volt, ilyen progresszív zene volt mindig. Hogy lehet egy hegedűből ilyen hangot kihozni? Feszülve, hogy egy nagy nyugalmat érzek, de azért van egy kis zap szerintem, hogy ez kis fog elsülni. Legeltől meg az izgalmat arra mondom, hogy azért van benne egy kis játék. Kifelé és befelé is. Hát ha jól tudunk együtt beszélni, meg egymásnak szépen adogatni ezeket a lelki dolgokat, akkor ez biztos, hogy a közösség felé is egy szolgálat.